A Mi Hazánk ifjai által szervezett sportnapon vagyunk, amit idén már másodjára szerveztek meg, és idén a 64 vármegye ifjúsági mozgalommal is eljöttünk, és néhány taggal mi is képviseltettük magunkat a mai napon. Azaz. Jó! Folytás, húzd be! Jó, meg is van gondolsz. Jó! Ez az! Nagyon jól éreztük magunkat, próbáltunk minden sportágban részt venni. A földharcnak éppen az előbb lett vége, azt az én öcsém pont sikeresen megnyerte, úgyhogy most kicsit nehezen találok szavakat, ugyanis így dúl bennem a büszkeség. A Mi Hazánk ifjainak nyárzáró országos rendezvényén a sport az egészséges életmód mellett azért is rendkívül fontos, hiszen olyan összetartozás érzést ad, akár a Mi Hazánk ifjain belül, akár a szövetséges ifjúsági szervezeteken belül, akikkel lovagias szellemben tudtuk ezt a sportnapot lebonyolítani. Ez az összetartozás érzés, amellett, hogy most ez a sportnapunkon megvalósult, politikában ugyanúgy egy nagyon fontos tulajdonság, amit megpróbálunk a gyakorlatba ültetni. Hamarosan pedig a foci döntőre is sor kerül, ahol szintén döntősek vagyunk, mi vármegyések, úgyhogy értük meg, nagyon izgulok, hogy mi lesz a végkimenetele. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy szervezzünk és eljöjjünk más mozgalom által szervezett ilyen ifjúságképző programokra, hiszen itt tudjuk gyakorolni a bajtársiasságot, tudunk kapcsolatokat létrehozni, teremteni, már a meglévő kapcsolatokat ápolni, kicsit találkozni egymással, azért teljesen más a képernyő előtt nézni a mások által szervezett rendezvényeket, vagy idejönni és részt venni rajta. Hát igazából nagyon jól tartom a mérkőzésen mutatott hozzáállást. Nyilván nagyon megküzdöttünk a győzelemért, de megyünk tovább. Nem gondolunk az elmúlt meccsre, a következő meccsel foglalkozunk. És hát a labda kerek, a fű zöld. Köszönöm szépen! Sport rendkívül fontos a fiatalok életében, hiszen ahogy 100 évnek előtte a Levente mozgalom alkalmával is nem csak a szellemüket, de a testüket is megpróbálták edzeni a fiataloknak. Úgy gondoljuk, hogy ez 100 év távlatából is időszerű, és épp testben, épp lélek alapon. Nem csak az fontos, hogy szellemi képzéseket tartsunk a fiatalok számára, hanem az is, hogy megfelelő izomzattal és megfelelő kiállással, kondícióval lássuk el őket. Célba találunk.